Vér Gábor a 90 kg-osok mezőnyében aranyérmet nyert a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatának ausztriai versenyhétvégén, ahol még 23 éves judós a vendégem, vele beszélgetünk most Rióról, a felkészülésről és a következő hónapok menetrendjéről. Jó reggelt kívánok, szervusz, szívből gratulálok. Itt az idei termés, ugye egy szófiai bronz, és ugye egy Ausztriában szerzett aranyérem. Mennyire kedvesek ezek, szép tekintésméretű érmeket osztanak ezeken a világkupákon. Mennyire kedvencek ezek most a te gyűjteményedben, Gábor? Hát most azt gondolom, hogy most egyelőre ők a kedvencek, mert nagyon, nagyon régen nem volt már nemzetközi érmem sajnos. De most a elég hosszú ideje már kemény munkát végzünk a Honvédba, Toncs Péterrel, és most úgy néz ki, hogy beérni látszik ez beérni, így kemény munka. Mikor volt utoljára? Ez tavaly volt érmed, úgy emlékszem, nem? Európa kupákon volt, illetve Európa kupán volt egy érmem, egy bronzérmem, meg helyezésem volt még Grand Prix-en, de dobogóra a felállás az még. Az Európa kupát hol helyezzük el mondjuk erős sorrendben egy ilyen világkupa versenyhez képest? Hát talán az első lépcsőfok, és akkor utána jönnek a világkupa, Grand Prix, Grand Slam, RBVB. Na, hát akkor ez azt jelenti, hogy ez, amit most végülis győzelmet arattál, pláne, hogyha végignézzük a mezőnyön, akkor azért ez egy nagyon komoly szakmai értékű elsőség egyben, nem? Én is úgy gondolom, hogy sokat-sokat tudtam előre lépni. Évelején volt mit terzébe egy edzőtábor, és ott a élvonallal próbáltam, kerestem a élvonalbeli versenyzőket, és próbáltam ott megcsipegetni, és sikerült is. És úgy gondolom egyébként, hogy ez a nagyba segített az önbizalmamnak. Ami egy rendkívül fontos dolog nyilván, mert a fizikai meg szakmai felkészítés az egy nélkülözhetetlen része nyilván a felkészülésednek, de azért az, hogy az ember elhiggye magáról, hogy mondjuk képes megverni olyan kvalitású versenyzőt is, mint Thiago Camilo, azért azt gondolom, hogy ahhoz kell az önbizalom, nem? Igen. Nézzük egy picit végig akkor ezt a menetrendet, meg ezt a menetelést, ugye egy lengyel, aztán egy lett, majd egy azeri versenyző jött, ugye, így szépen sorjában. Így van. Milyen nehézségű ellenfelek voltak? A lengyelt azt nem nagyon ismertem. Utána mondták, miután kimentem a versenyre, hogy ő egy 81-et, tehát alattam volt egy külcsoporttal, és most jött fel. Az elején egy kicsit olyan félvel mentem fel, mivel nem ismertem, de utána viszonylag gyorsan le tudtam szorítani. Utána jött a lett srác, vele már sokat mentem táborba. Tudtam, hogy nagyon kellemetlen ellenfél, egy igazán hajtós, kemény srác, de őt is sikerült megfékeznem, mert elfáradt a végére, jobban bírtam kondiba, és akkor jött az Eri versenyző, hát vele már többször mentem, még vele voltam, még junior világbajnokságon harmadikok voltunk, tehát őt már jó régről ismerem, de áll Istennek eddig nem sikerült megvernie, és akkor most ezt a jó hagyományt ezt folytattuk. Vagy picit rájunk meg egy pillanatra, mert annyira érdekelne engem, hogy amikor az ember így nő fel, és a generációjában kezdi megismerni a saját ellenfeleit, aztán azokkal együtt nyilván maga is felnőtté válik, és aztán ott ugye ki bővül a mezőny, mert a nagy klasszikusok is nyilván ott vannak, akkor azt azért úgy figyelgeti, hogy mondjuk egy ellenfél, akit megismertem egy stílusban, mit változik, hogyan változik, akár fizikai adottságaiban is nő, izmosodik, és a többi, vagy éppen mondjuk a taktikai felkészítése ahhoz képest, amit előtte ismertél vele kapcsolatban, mondjuk merre mozdul el? Rá lehet erre készülni? Hát én úgy gondolom, hogy a taktikai és technikai repertoár az már annyira ebbe a felnőtt mezőnyben, mert annyira nem nagyon tud változni, igen. Inkább itt a fizikális és erőálló képesség, amire mondjuk egy első edzőtáborban, amikor az ember összekerül, tudja, hogy milyen volt előtte és hogy milyen lett, ez lehet, hogy most ha azt mondom, hogy én jobban érezem magam, hogy fejlődtem, akkor az jó, az pozitív, de ha mondjuk azt érzem, hogy ez az ember, ez most valami történt vele, az úgy a keményebb munkára sarkalja az embert, hogy nem szabad leharadni. Jó, tehát akkor tulajdonképpen az embernek azért mondhatni, hogy azon kívül, amit a saját fejlődése érdekében el kell követni, azért egy kicsit én analitikusan kell vizsgálni azt, hogy közben a kortársaim is milyen irányba mozdulnak el. Abszolút. Jó, hát ez egy nagyon összetett feladat.
És ugye amikor végül is megtartana jó szokásodat ezek szerint továbbra, és ugye győzelemmel kerültél ki abból az összecsapásból, akkor szembesültél ugye egy nagy klasszissal, Thiago Camiloval, aki világbajnok, olimpiai érmes, és tényleg egy igazi nagy egyénisége ennek a súlycsoportnak. Ilyenkor hogy megy fel az ember a tatamira? Tehát itt azért generációk is csatáznak, tehát itt azért nagyon sok mindennek kell összejönnie egy győzelemért. Így van. Hát amikor lejöttem, akkor azt hiszem, akkor már tudtam, hogy a Camiloval fogok menni, és akkor mondjuk az elével egy elég kemény meccs volt, és akkor már elég elfáradtam, tehát akkor ott így azt mondtam volna, hogy így, hát ami még bennem van, azt még kiadom, aztán lesz, ami lesz. De az egy kicsit bennem, az is bennem volt, hogy idősebb már, nem bírja úgy, 81 kg-os volt, most feljött 90-ben, azt hiszem, és hát akkor megnézzük, hogy mi lehet. Mikre lehetünk képesek. Mondhatjuk, hogy ennek a mostani aranyéremnek talán a legértékesebb harca az ez, vagy mindig a döntő a legértékesebb? Hát ilyenkor az emberről azért lekerül egy teher, amikor már bekerül a döntőbe, hogy hú, most már biztos az érem, de azért nem szabad hátradőlni, hogy úgy voltam vele, hogy ha már ideig eljutottam, akkor ne a cél előtt hasaljak már el. És akkor tudtam, hogy a lengyel sráccal mentem, egy fiatal vele is már sokat küzdöttem. De még nálad is fiatalabb talán. Így van. És úgy voltam vele, hogy inkább rámegyek a biztosra. Tudtam, hogy egy kellemetlen küzdelem lesz, de inkább, hogyha lehet, akkor hozzuk el ezt az aranyérmet. Uh-huh. Akkor a Camilo elleni győzelem azért az, mondhatjuk, hogy az akkori mondjuk így állapotodban és az előrezetes esőeiket tekintve azért egy igazi nagy trófea begyűjtése? Igen, mondhatjuk. És akkor még utána még mondta a Noé Gábor éppen, aki velem volt kint edző, hogy akkor innentől kezdve szépen, ami jön, felszabadultan, könnyedén. Nyilván ezt nehéz volt ugye a döntőbe ezt kivitelezni, de... De sikerült. És itt a termés. Na, Gábor, egy picit, egy kicsi kevés már az időnk, de azért arról váltsunk pár szót, ugye, hogy azért azt mondtuk, hogy ez kvalifikációs torna, de te még nagyon fiatal vagy. Rio, mennyire lehet a te olimpiád? Lehet-e? Van-e reális esély arra, hogy kijuss? Hát én úgy gondolom, hogy mivel ugye a Tóth Krisztián a súlycsoportunk egyik favoritja, és elég erről van a ranglistán, tehát... Én már nem is foglalkozok ezzel a kérdéssel, hogy most Rio. Uh-huh. Én teszem a dolgomat, nyilván még van időm, ahogy mondtad, uh-huh. még fiatal vagyok. Így első körben így rövid célkitűzésnek a idei EB-t szeretnénk kitűzni, utána a jövő évi itthoni VB-t, és akkor szépen megy magától. Jó, hát akkor azért vannak nem is kis feladatok, amiket ezek szerint így magad elé tűztél, és ahogy most úgy tűnik, hogy elindultál ezen a nagyszerű felfelé ívelő úton, ez egyre-egyre ígéretesebb jövőt hozhat. Jó, én azt gondolom, hogy egyrészt a hazai rivalizálás az mindig segíti az ember, tehát ha onnan nézzük, akkor nyilván ez fejlődése sarkal, és akár a te utadat is egyengeteti. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a nemzetközi sikerek azok már kifejezetten meg ágyazzák a te nemzetközi pályádnak a felfelé ívelését, úgyhogy szívből gratulálok, legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jól sikerült.